szeretettel köszöntöm nézőinket a hazahúzóval Budapest legmediterránabb részébe, a pesgő és a bor hazájába, Budafok-Téténybe jöttünk, ahol rengeteg a látnivaló és sok szép történelmi épület mesél a múltról, úgyhogy ezúttal is érdemes lesz velünk tartani. Budafoki sétánkat az ország egyik legszebb szecessziós épületében, a Városházán kezdtük, ahol a kerület polgármesterével találkoztam. Budapest legmediterránabb területe nem csak az ott élőknek, hanem az ideérkezőknek is számos programot és látnivalót kínál, de a kerület egyedülálló hangulata és a budafokiak kedvessége is vendégmarasztaló. Budafok-Tétény Budapest egyik legizgalmasabb kerülete, nem csak a földrajzi adottságai, hanem a mediterrán hangulata miatt is. De mégis, polgármester úr, miért jó itt élni? Nem csak a legizgalmasabb, nagyon sok legünk van, és mi erre büszkék vagyunk. Ez egy kisváros a nagyvárosban, ez a kerületünk egyik jelmondata, ahol komoly lokálpatriota identitással rendelkeznek az itt élők, és nemrégiben csináltunk egy szociológiai felmérést, és amikor ide költöznek emberek, akkor nagyjából 2 évre van szükségük, hogy ezt a lokálpatriota életérzést átvegyék. Amit előtte nem értenek, vagy kevésbé értenek, azt 2 év múlva már az egyik legfőbb értékként tartják számon. Úgyhogy mi úgy véljük, hogy bizonyos szempontból kiváltság itt élni, hiszen mi vagyunk az egyik legzöldebb kerület a fővárosban, a legbiztonságosabb kerület a fővárosban, és nálunk mi vagyunk a főváros bornegyede, tehát a legtöbb bor és pezsgő nálunk található. A történelmi hagyományok szerint itt van a legtöbb pince is, közel 100 kilométer pince, aminek egy jelentős részét használják ma is a pezsgő és bor gyártók, kereskedők. Ez is egy történelmi hagyományunk. És az egyik legkomolyabb kultúrával rendelkező kerület vagyunk, itt az emberek erre is büszkék, és mindig maguknak szervezik, tehát az egyik nagy titkunk, hogy mindenben segítjük az itt élő közösségeket, mint önkormányzat. Nem mi akarjuk megmondani, hogy mit csináljanak, hanem ők döntenek a saját sorsukról, hogy milyen irányba szeretnék a saját közösségüket fejleszteni. Úgyhogy ebből kinőttek olyan csodálatos dolgok, mint például a Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar, ami az egyik zászlóshajónk, de nincs olyan művészeti ág gyakorlatilag, ahol ne élne a kerületünkben kiemelkedő művész. És a kultúrához soroljuk a sportot is természetesen, ékszerdobozok a kerületben, a sportlétesítmények lelkiismeretesen és maguk intézik a sorsukat, és néhány éve indítottuk el azt a projektet, amelyen belül hivatalossá is tettük azt, hogy az emberek maguk dönthetnek a saját dolgaikról. Ezt részvételi költségvetésnek nevezzük, máshol ezt például a fővárosban közösségi költségvetésnek. Éves szinten nagyjából 1,5 milliárd forintot költünk arra, a nagyjából 15 milliárdos költségvetésünkből, hogy az emberek meghatározhassák, hogy mit szeretnének. Zebrát, oktatási intézményfejlesztést, sportpályát, macskaivartalanítást, tehát szabad a pálya. Ők hozzák az ötleteket, és aztán ők szavaznak, amit aztán egy előkészítő folyamat során meg is valósítunk. Szóval büszkék vagyunk mi Budafok-Tétényre, és a történelmi hagyományaink pedig a sváb ősök rendszeretetén és szorgalmán alapulnak, úgyhogy mi ezeket a hagyományokat ápoljuk. város házától nem mentünk messzire, tulajdonképpen maradtunk a gyönyörű városháza téren. Budafok emblematikus helyszínén egy olyan helytörténésszel beszélgettem, aki szinte mindent tud Budafok-Tétény történelméről és történelmi épületeiről, melyekből szerencsére van bőven. Itt a Városháza téren sok műemléképület van, az egyik leghíresebb, hanem a leghíresebb a Városháza épülete. Ezt úgy tudom, hogy ezt csak kibővítették, tehát a két szárnya állt a 19. században, és akkor a középső részét építették hozzá. Ez így igaz. Budafok-Tétény központjában a Városház téren vagyunk, és valóban az egész kerületnek és Budafoknak a meghatározó épülete a budafoki Városháza. A 19. század végéig ez egy beépítetlen terület volt, és akkor a 19. század végén Brázai Kálmán, a híres ósborszergyáros, miután Pestről kitelepítették, itt Budafokon megvett két gazdasági épületet, amelyik a két oldalszárnya a mai városházánknak. 1926-ig volt gyakorlatilag a tulajdonában, miután bővíteni akarták, és Budafok nagyközség nem adta meg a bővítési engedélyt, ezért kivonultak. És akkor, miután január 26-án egy belügyminisztériumi határozattal Budafok város lett, majd 2 esztendővel később megyei jogú város lett, fölmerült a szüksége egy új városháza építésének. Na most az első polgármesterünk, dr. Záborszky Nándor volt az, aki egy zseniális gazdasági szakember volt, független attól, hogy jogász végzettséggel rendelkezett. A Népszövetségtől fölvette a híres Peyer Bankháznak a kölcsönét, amire utolsóként jelentkezett Magyarországról, ami azt jelentett, hogy 20 milliárd inflációs koronát kapott Budafok, és ebből gyakorlatilag 12 milliárdot útépítésre, csatornaépítésre, a barlanglakások megszüntetésére, és 2,5 milliárdot pedig az új városháza építésére irányoztak elő. Aztán eltelt egy év, és kiderült, hogy ennek az összegnek körülbelül csak a 3/4-ét kapjuk meg, plusz 350 000, már ugye Pengőre térünk át, Pengőt is fölvehettek, és akkor kiderült, hogy a tervezés során, hogy ez a pénz egy új városháza építésére kevés. Ekkor merült föl, hogy a brázai-féle sosborszeszgyárnak a két épületét vegyük meg. Bató Lajos, jászberényi származású építészmérnök és akvarell festőművész volt az, aki ekkor már Rózsavölgyben lakott, kapta meg a tervezési megbízást, és gyakorlatilag a két oldalszárny közé tervezte be az úgynevezett középrizalitot, ami teljes egészében a felső szintje a dísztermet jelentette. 27 késő őszén kezdődött meg az építkezés, és 29. október 8-án adták át a városházát. Jellemző volt a polgármesterre a puritánsága, hogy semmiféle hivatalos ünnepélyes átadó ünnepség nem volt, hanem miután október 8-a hétfőre esett, szombaton áthúrták a régi községházából a szükséges felszereléseket, iratokat, és 8-án reggel a Szent Lipót plébánia templomba a városháza részvevővel egy ünnepélyes szentmise, és 10 órakor megkezdődött a munka. Hogy is nézett ki a városháza? A középrizalit alatti magas földszinti részen volt a járásbíróság épülete, a kémiai labor, a fogház épülete, az alaksorban pedig a raktárak, a kazánház és az altiszti lakások, két altiszti lakás volt. A felső szinten, az emeleten pedig 40 szoba volt, amiben a városházának az ügyeit intézték. Gyakorlatilag a polgármesternek a szobájából lehetett bejutni a díszterembe, amely még a 80-as évek végén mondták az ország legszebb szecessziós díszterme. Magyarországon a 20. század hajnalán a szecessziónak két iránya volt, nevezetesen a Lechner-féle, lásd, Iparművészeti Múzeum, illetőleg a népi szecesszió, ami Kóskároly nevéhez fűződött, tényleg, ez és ugrott ez be. Kóskárolyé, és jellegzetesen a homokzaton lehet látni a kosár és bogjaívek, a tulipán motivumok, és ezek az domináltak. Az egy fa kiegészítés vagy díszítés, az a zöld, az fa, igen, ugye? Tehát igen. Kós, igen. És gyakorlatilag a nyitott előtér, hármas nyitott előtér van, ami tömzsi ikeroszlopokon áll, a szkváderkövekkel díszítette, és egy üvegajtó választja el a belső zárt előtértől, ahol aztán bejutunk a tulajdonképpeni épületben. A budafoki posta szép épületét a 20. század első felében építették, és már postának. És fantasztikus, hogy már lassan 100 éve áll az épület, és ugyanúgy posta funkciója van. Igen, valóban. Budafokon korábban kis regionális fiókok voltak, amik már a városi igényeknek nem feleltek meg, és akkor elhatározták, hogy egy új, modern postapalotát építenek, és ennek megfelelően a posta vezérigazgatóságon dolgozó Törley Józsefet bízták meg, aki nem mellesleg építészmérnök volt, egy új postapalota tervezésével. 1931-re készült el ez a postapalota, és a korabeli krónikákból tudjuk, ez az ország legmodernebb postája volt, alapautomata telefonközponttal, és amit mikor sétákat vezetek, és sem mondom, nem hiszik el, hogyha 12 óráig föladták a leveleket, aznap Budafok-Téténybe kivitték, és ha délután 4 óráig az ország bármelyik pontjára másnap kiszállították, hát azt hiszem, jól működött. Ma is nem kis teljesítmény. Talán. Igen. Igen. És igen, igényesen építették ki. A 80-as évekre eléggé lepusztult, és akkor a 2000-es évek elején az önkormányzat és a civil szervezetek közreműködésével sikerült elérni, hogy a posta vezérigazgatóság ezt a műemlék jellegű, mert csak műemlék jellegű épületet felújította, és ismételten régi pompájában láthatjuk ezt az épületet. Itt a Városház téren nem csak szép épületek vannak, hanem szobrok is, 3 szoborról van szó, de mi a legjelentősebb szobornál állunk, ha jól tudom. Igen, valóban legjelentősebb az 1956-os forradalom és szabadságharcnak az emlékműve. 2001 elején a kerületi önkormányzat felkérte Szervátiusz Tibor jónevű szobrászművészt egy emlékmű elkészítésére, és miután a terveket benyújtotta, elfogadták. Tulajdonképpen 2 részből áll az emlékmű, ugye a fájdalmas anya, és mögötte egy hatalmas, ami szintén jellemző a kerületre, egy monolit mészkőtömb, amelynek a felcsiszolt hátoldaláról belevésték a Budafok-tétényi áldozatoknak a neveit. Azóta minden év október 23-án igen jelentős létszámban megjelenő kerület és szomszédkerületi lakosok részéről is itt emlékezünk meg az 56-os forradalomról és szabadságharcról, és hogy látni, nagyon jó állapotban tartják, gyerekek évközben is idejönnek, virágok hazahoznak, és a pedagógusok mesélnek nekik az 56-ban megtörtént eseményekről. Budafok első főtere Savoyai Jenőről lett elnevezve, nem véletlenül, hiszen ő alapította Budafokot, és ő volt a Habsburg Birodalom egyik hadvezére. Így igaz. 1739-ben alakul Promontorium néven Zsellér községé Budafok, 1886-ban változik a név Promontoriumról Budafokra. Promontorium egyébként az ókori latinban sziklaszírtett hegyfokot, a késő latinban, a 17.-18. század latinjában szőlőkkel beültetett domboldalakat jelent. Na most Savoyai Jenő herceg vásárolta meg 1698-ban a Ráckevei Uradalmat, amelynek tartozéka volt a Duna jobb partján lévő, akkor még lakatlan Promontorium a hegyen lévő kőbányákkal. És Savoyai jószág kormányzója, egy francia származású katonatiszt, Claudius Verli az, aki német földről, bajor földről, a mainci, speyer érsekségből, Württembergből, Donaueschingen és környékéről hoz fiatal házasokat, akik az első telepesei lesznek Promontornak, és ők alapították meg 1739-ben a községet. Savoyai tudatosan nem engedte letelepedni az emberek, hanem az 1714 és 17 között épült kastélyában mögöttünk a gazdasági épülete látható. Johann Lukas von Hildebrand tervei alapján építette egy 52x52 méteres emeletes kastélyt, ami sok művészettörténész kolléga szerint a bécsi alsó és felső belvederének volt az előfutára. Szerencsétlenségünkre ez a kastély háromszor leégett a története folyamán, és 1911-ben a törleyi örökösök egy szalmatokgyárat és töltőcsarnokot építettek a helyére, csak ez a gazdasági szárny maradt meg, ami gyakorlatilag történelmi emlékfal is, hiszen Savoyai emléktábla az első betelepültek, illetőleg az 1739. évi pestis járvány emlékét örökíti meg a táblákon. 1755-ben épült fel a mögöttem látható Szent Lipót plébánia templom, kimondottan Mária Terézia kérésére lett Szent Lipót, ugyanis a friss telepesek, a hegyen lévő szőlőmunkások, amikor elhatározták, hogy templomot építenek, azt hitték, hogy be tudják fejezni a templomot, de elfogyott a pénz, és akkor a prefektúrán keresztül Mária Teréziához fordultak, hogy segítsen, állnak, a falak nincs tető, és bármilyen meglepő, ezt a kis Buda alatti települést segítette Mária Terézia. Ez tulajdonképpen ugye a Neokvasztika Komisszió, az új szerzemény bizottság értelmében Buda és perkörnyékét németekkel betelepítenének volt köszönhető, és 1755. október 6-án szentelték föl. Egyetlen kikötése volt Mária Teréziának, hogy Szent Lipót tiszteletére kell fölszentelni, aki Ausztriának a védőszentje. Egy provinciális barokk templomról van szó, és ez a torony 1792-ben épült, 42 méter magas, és az egész belső is a barokkot hirdeti, a provinciális barokk, tehát a már leegyszerűsített barokk formákat. 1926-ban, amikor Budafok város lett, úgy ünnepelte meg a lakossága a városnak a városávállást, hogy megrendelte az első világháborús áldozatok szobrát, Orbán Antal szobrászművészt kérték meg, aki a 4 méter magas budakalászi talapzatra a Bajtársak című kompozíciót készített. Ez az ország 5 szakemberek véleménye szerint legsikerültebb első világháborús emlékműve. A lényeg, miután a városavatási ceremónia június 28-án volt, hogy a márciusra elkészült szobrot Orbán Antal a műcsarnokban kiállította, és 12 magyar város jelentkezett, ha Budafok nem tudja kifizetni, hogy állítsák náluk föl. A szobor talapzaton 293 budafoki áldozat neve, akik elsősorban az Isonzó menti harcokban vesztették az életüket, és egy versike a térre néző homlokfalon. Ez volt a város főtere és egyben piactere egészen 1915-ig. 1915-ben a piachteret áthelyezték a mai városháztérre, hiszen ezért lett városháztér, ahol aztán 28-ban felépült a budafoki városháza. Budafok-Tétényben számos ismert művész él, közöttük van Deutsch Anita is, aki egy magyar televíziós sorozatnak volt az emblematikus szereplője. Anita tőzsgyökeres budafoki, aki szívvel, lélekkel népszerűsíti a helyi kulturális és boros programokat, sőt a megszervezésükben is alaposan kiveszi a részét. Budafok szó hallatára most már gyakorlatilag mindenki asszociál a borral, a szőlővel, a bornegyeddel, és ez annak is köszönhető, hogy egyrészt minden évben megrendezik Budafokon a hatalmas népszerűségnek örvendő Budafoki Pezsgő és Borfesztivált. Bemutatjuk ugye a borászati hagyományokat, illetve Budafoknak a múltját, kulturális hagyományait és jelenét is. De ami miatt érdekesek is a mi pincéink, hogy a mai napig ugye munkálatok folynak benne, itt készül a bor. Sajnos szőlő már ugye csak ezen a rövid kis területen található, de az ország híres borvidékeiről ide szállítják a szőlőt a borászok, és itt dolgozzák fel. Illetve van nekünk egy YouTube csatornánk, ahol különböző érdekes kisfilmeket gyártunk, akár arról, hogy ha valaki otthon szeretne szőlészkedni, igen, vagy borászkodni, igen, akkor ezt hogy teheti meg, de elindítottunk egy nagyon érdekes sorozatot is a Sós Borászati Iskolával egyetemben, ahol hát most már 90 kis rövid filmben bemutatjuk korunk legnagyobb borászait, illetve azokat, akik itt tanítottak az iskolában, egy-egy ilyen kis rövid riport erejéig. A Dunától induló köves domboldalakon több évszázadon keresztül földbe vájt emberi lakóhelyek voltak. Ezeknek az úgynevezett barlanglakásoknak sajátos történetük van. Budafok felsővároson, a Veréb utcában éppen maradt egy olyan barlanglakás, melyben még a múlt század közepén is éltek, és ami manapság szabadon látogatható emlékhelyként működik. Budafok-Tétény tulajdonképpen egy mészkősziklára épült több száz évvel ezelőtt. És most a Barlanglakás Múzeum előtt állunk, és ebbe a mészkősziklába ilyen lakásokat vájtak annó. De én úgy tudom, hogy még Mária Terézia korábban kezdték el ezt. Nem tudom, hogy jó-e az információ. Igen, Mária Terézia korában már nagy kőfejtők alakultak ki, de az első üreg, amit kiváltak a mészkőből, az talán a Savoyai idejére is visszavezethető, mert Savoyai szőlőkultúrát, annak gyökereit vetette meg itt Promontoron, és mikor termőre fordulnak a szőlők, akkor rájönnek, hogy valahol kell tárolni, és ezek az üregek, amiket kialakítottak, nagyon alkalmasak a szőlő tárolására, érlelésére. Az, aki kicsit előbb volt, igen, ugye ő a német-római császárságnak volt egy hadvezére, törökverő. Igen, hát az entai csatára gondoljunk, ugye, a 1600-as évek legvégén, és a csatározások után ő tulajdonképp megvette Ráckevét, a Csepel-szigetet, és vele szemben a mai Budafokot, amit annak idején Promontornak hívta. Igen. Sőt, miután szőlővel telepítette be, szőlővel beültetett hegyfoknak is nevezhetjük. A kőfejtés azért inkább az 1800-as évek végére tehető, amikor hát nagyon sokan kezdik a sziklát megbontani a filoxéravész után. Mert ugye amíg hát volt munkájuk a szőlőskertben, nem volt probléma, de most munkanélkül maradva egy részük gyümölcstermesztésbe kezd. Hát itt gondoljunk a mandulára, dióra, őszi barackra, sárga barackra, de akik ezt nem vállalták, elkezdik megbontani a mészkősziklát. Azt kell elképzelnünk, itt majd később érzékelhetjük is, hogy egy mély udvarba vagyunk. Igen. Azt kell elképzelnünk, hogy 3-4 férfi ember összeállt, ahol kevés volt a termőtalaj, ott vettek vagy béreltek egy darab földet, egy lejáratot vájtak ki, majd szedték tovább a követ, kialakult ez az udvar, majd az üregek. És igazából ez egy mély udvaros kőház. Most már azért szedik ki a követ, hogy a családjukat el tudják tartani. Nagyon izgalmas lehetett. Egy olcsó lakhatási lehetőség volt. Sőt, akkor. Még azt is mondhatjuk, hogy ők tulajdonképp úgy építkeztek, hogy eladták az építőkövet. Tehát nem kellett vásárolni, és kialakultak ugye a lakrészek. Azt kell elképzelnünk még, mert nagyon izgalmas lehetett. Mikor kibányázta a követ, akkor itt az udvar közepén egy nagy alaktalan kőkupac volt. Hát ezt nem tudta eladni. Ebből ő építőkövet formál. Ez a dupla kő. Mikor egy lovaskocsira való összejött, akkor levitték a Dunapartra. Ott átpakolták nagy csónakokba a követ, befogták a lovakat, hosszú kötélen, ütötték, verték, gondolhatjuk, mert árral szembe fel kellett vinniük egész az alagútig, mert ott tudták eladni az építőkövet. Hát ugye így épül a város. Alsó-Rakpart, Tudományos Akadémia, Lánchíd pillére, Országház egyik-másik ágrésze. Azt képzeljük el, hogy olyan sok kő kerül ki innen Promontorról. Ha most elindulnánk, akkor 60 kilométer hosszan mehetnénk a föld alatti labirintusba, ahonnan a követ kibányázták. Ha többen álltak össze, azok a szirtet bontották meg, mert így nem kellett lovaskocsi, hanem mindjárt akár talicskával kitolták a követ a derenyékre, és így alakulnak ki a Nagy-Tétényi úton a nagy pincék. Nagyon izgalmas ez a történet, de szerintem menjünk be a lakásba, és ott folytassuk tovább. Nézzük meg, igen. És akkor gondolom, hogy ezekből a kövekből alakították ki, vagy hát ugye a kivált sziklákba alakították ki ezeket a barlanglakásokat. Igen, és tulajdonképpen a kőfejtő eddig albérletben élt, és most ide jön a családdal, és beköltöznek. Ahová a nap besüt, azt is érzékelhetjük mindjárt majd, ott alakítják ki az életterüket, a szobakonyhát. A családban általában 4-5 gyermek is volt. Hát ezért szegényedtek el, és ezért kényszerültek tulajdonképp ilyen körülmények közé. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy 3 osztatú parasztház. Teljesen ilyen, teljesen ilyen. És sőt, mint a paraszti világban minden tavasszal kimeszelték. Tehát tulajdonképp ők rendes, tiszta családok voltak, és most, hogy itt vagyunk a konyhában, érzékeljük, hogy mint a paraszti világban döngölt az aljzat, a menyezet rész nem vízszintes, és érdekes, hogy nem boltíves, mert a mészkő annyira stabil, hogy nem, erre se volt szükségük. De azért azt is láthatjuk, hogy ahogy az utolsó követ kifejtette, olyan maradt a mennyezet. Igen, igen. Nem volt jellemző a szobákra a hajópadló. Itt élt ugye az utolsó kőházban lakó nénike, ez a Tóth Győzőné volt, és ő eladta a tanácsnak. Ő meddig élt itt? Ő a 60-as évek. 1960-as években. Úgyhogy a padló az nem volt jellemző, ezt már ő készítette el így. Amúgy a berendezési tárgyak 70%-a az ő tulajdonában volt. Ugye ott a szobai részt, ha majd megnézzük, ott láthatók az ágyak egymás mellett, éjjeli szekrény, ez volt a jellemző. A férjével, gyerekeivel élt itt? Ő már mint özvegyasszony. Már özvegyasszony, aha, értem. Mint özvegyasszony. Ugye világítás, gyertya, petróleumlámpa. Víz nem volt, közkútra jártak ki. De ez is érdekes, majd ha megnézzük, a túlsó oldalon, ahol az albérlők, ágyra járók laktak, ott van egy vízgyűjtő ciszterna, és nagy esőkor ott összegyűjtik a vizet, az asszonyka, ha leülepedett, onnan veszi ki és mossa a ruhákat, a gyerekeket, mert nagy kincs volt ugye az ivóvíz. Hát ugye a szükség törvényben szokták mondani. Igen. Akkor menjünk át a másik oldalra, és nézzük meg, hogy hova jártak az ágyra járók. Az ágyra járók, albérlők. Nézzük meg. Jó. Ez a szoba az ágyra járóké volt. Mit jelent az ágyra járás? Igen, hát ahogy említettük, ugye egy idő után a főbérlő vagy tulajdonos ezt az oldalt, ahová a nap soha nem süt be, látszik is, hogy szegényesebb, alacsonyabb, egészségtelenebb, kiadta ágyrajáróknak és albérlőknek. Az albérlő az ugyanúgy, mint mondjuk ma, egész idő alatt itt lehetett, ez hosszabb ideig birodalma volt, igen, hogy úgymond az ágyrajáró, az azt jelentette, hogy délután 5 óra körül, 6 óra körül idejött, itt valamit főzöcskézett, vagy lefeküdt, és reggel 8 órakor itt el kellett hagyni ezt az egész üreget, meg az udvart is. De mindig volt az üregeknek lakója. Mindig érdekes. Volt. Itt két ágy van, ezek is eredeti bútorok, ezek mint a másik oldalon? Igen, igen, itt is a bútorok nagy része az eredeti. Úgyhogy, és hát gondoljunk arra az időre, hogy 50-es évekig, 20-as, 30-as rengeteg gyár telepedik le. Mai napig van Gyár utca Budafokon. És hát ott mindig volt szegény ember, munkás, akik hát sokszor ilyen helyen húzták meg magukat. A barlanglakás emlékhely után egy merőben más helyszínre mentünk. A beköszönésemben említettem, hogy Budafokot a bor és a pezsgő hazájaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. Akik szeretik a bort, azok általában szeretik a pezsgőt is, és ugye a világ majdnem összes országában gyártanak pezsgőt, itt Magyarországon is, és a hazai pezsgőgyártás Törley József nevéhez fűződik. De ki volt ő? Hogy lett ő pezsgőgyáros? Hát ezek véletlenek sorozatát is mondhatnám. 1858-ban született Szabadkán, ugye akkor még a Nagy Magyarország területén, jelenleg ugye Szerbiához tartozik. Egy 3 gyerekes gazdálkodó, de komolyabb katonai múltra rendelkező család harmadik fiaként. Édesapja Törley Bálint volt, katonaként is nagyon tevékenykedett, a szabadságharc aktív résztvevője volt, és Kossuthnak nagy híve, és a szabadságharc után az emigrációval is Kossuthtal tartott. Visszatérve Józsefre, ugye abban az időszakban még arról volt szó, hogy a családi vállalkozást, ugye gazdaságot kivigye, az általában az elsőszülött gyerek, és hát József hamar felismerte, hogy nem az első, de még nem is a második, így ott hagyta a szülővárosát, és elment Grazba, a Kereskedelmi Akadémián tanult. Ugye nem volt borász, viszont ott megismerkedett egy fiatal sámpánymesterrel, Théophile Roudenerrel. Nagyon jóba lettek, és ő elhívta magához Sámpányba, hogy az ő pincészeténél német-francia levelezőként dolgozzon. De ez idő alatt Törley József megszerette magát a pezsgőt, a sámpányt, és meg is tanulta, hogy készül maga ez a termék. Ez időszak alatt, hogy megtanulta szeretni és készíteni is a pezsgőt, gondolt egy nagyot, és 1880-ban megalapította az első saját pezsgőpincészetét kint Sámpányban, Sámpány fővárosában, Reimsben. Viszont abban az időben is nagyon kevés alapanyag volt a helyszínen, ezért hazatért, hogy alapanyagot keressen, szőlőt keressen a saját gyárának, és így jutott el az Etyek-Budai borvidékre, ami Budapesttől egy 30-40 kilométerre található, és hamar felfedezte, hogy azok az adottságok, mikroklíma, talaj, stb., ami fontos a szőlőnek, nagyon hasonlít a sámpányihoz, így gondolta egy nagyot, és 1882-ben hazaköltöztette a pezsgőpincészetét Budafokra, ide a 22. kerületbe. És egyébként maga a pezsgő az egy bizonyos habzóbor, vagy másképp kell ezt elképzelni, és kik találták föl igazából a pezsgőt? A pezsgőt nem kik, hanem ki. Ki. Igen. A pezsgő maga, mint szénsavas alkoholos ital, ugye ez a legfontosabb ismérve, illetve ami nagyon fontos, hogy természetes szénsavvat kell, hogy tartalmazzon. Ez a 1700-as évek közepére tehető, ugyanis megint visszatérünk Champagne-ba, ahol volt egy bencés apátság, egy nagyon kis faluba, és ott egy viszonylag fiatal, 29 éves fiatalember lett a pincemester, Dom Perignonnak hívták, nem tudom, hallottál-e róla? Igen, nagyon sokan nem tudtam, hogy bencés szerzetes volt. Igen, a bencés apátságban ugye, mint szerzetesként került oda a pincemesternek, és mivel nagyon fiatal volt, 29 éves, nagyon szeretett kísérletezni a borokkal, természetesen az adott időnek a kémiai lehetőségei mentén. És volt egy olyan kísérlete, ami aztán egy fantasztikus kísérletnek bizonyult, hogy készített néhány palack édes bort, és egy kis likört rakott bele, csak megnézze, hogy mi történik. Lezárta a palackokat, eltette a pincébe, és amikor egy idő után visszament, hogy megnézze, mi történt ezekkel a palackokkal, azt vette észre, hogy a palackok legtöbbje szétrobbant, de szerencsére megmaradt egy-kettő, egyiket kinyitotta, az ugye ez a klasszikus pezsgős pukkos hanggal nyílt ki, megkóstolta, és azt mondta, hogy a csillagokat iszom. És ezzel a kicsit talán romantikusnak is... volt, ugye? Igen, mert hogy ahogy... elkezdett erjedni. Igen, újból kezdett erjedni, ahogy a likört belerakta, és annak a cukortartalma, ugye abban az időben még nem tudtak sterilre szűrni, így maradt benne élesztő magában a borban, és az élesztő és az így a hozzárakott cukor újból el tudott indulni, és szén-dioxid keletkezett. Tehát akkor így, de hát utána már ugye már nem tettek bele likört, hanem kitalálták, hogy likör nélkül, hogy... Hát természetesen vagy, közben azért eltelt 300-400 év, tehát manapság már nem, tehát nem likör teszünk bele, viszont még mindig likörnek hívják azt a folyadékot. Tehát valamit bele kell tenni. Igen, igen. Mi a pezsgő, csak ilyen nagyon röviden összefoglalnám, az azt akarja, hogy egy kierjedt úgynevezett pezsgő alapbort egy zárt rendszerben újraerjesztünk. Ez a zárt rendszer lehet tartály vagy palack, így különböztetjük meg a két fő technológiát, a tartályos erjesztésűt, ugye sokan tankpezsgőnek szokták hívni, és a palackos erjesztésűt. Az alapanyagként szolgáló szőlőnél is van némi kis különbség, amíg a borászok csendes bort készítenek, addig ők ugye a szőlő teljes érésében születelik. Mi a pezsgőnél általában egy 2-3 héttel korábban, hogy egy magasabb savtartalom és egy alacsonyabb cukortartalommal jöjjön be a szőlő. Utána ugyanaz a folyamat, mint a borászatnál, ugye előkészítjük, elkészül az első erjedéssel a must, vagy elkészül a must, és utána az első erjedéssel ez az úgynevezett pezsgő alapbor, és ezt erjesztjük újra. Ehhez az erjesztéshez egy úgynevezett tirázslikört használunk, ami nagyon fontos, ez már nem likör, ez egy borban oldott cukor, csak megtartja a szakma ugye az eredeti francia elnevezéseket, és ezt a tirázslikört adjuk hozzá, amivel ismét cukor és élesztő kerül a palacba, lezárjuk, ugye zárt rendszert hozunk létre, és az élesztő elkezdi a cukrot megenni, és melléktermékként alkoholt és széndioxidot produkál. És mivel zárt rendszerről van szó, a keletkező széndioxid nem tud eltávozni se a palacból, se a tartályból, beoldódik az italba, és a milliónyi apjó kis buborékok így keletkeznek a pezsgőben. De hát ugye csak fehér szőlőből lehet készíteni pezsgőt, mert én nem ittam mást, meg nem is nagyon tudok róla, hogy piros szőlőből készülne. De bármilyen szőlő. Tényleg? Igen. Jé. Igen. Champagne-ban is 3 főfajtát használnak, amiből 2 vörös szőlő. Ugye amikor a vörös bor készül vörös szőlőből, akkor magában ha az ember egy vörös szőlőt mondjuk ketté vág, akkor azt viszi észre, hogy a húsa az fehér, igen, és ugye a héjában vannak a színanyagok, és ezért ugye utána áztatják, héjon áztatják magát a lét, ahhoz, hogy a színanyag szépen bele tudjon folyni. Ezt mi nem tesszük, hanem eltávolítjuk viszonylag gyorsan a héjat, és így kvázi ugyanúgy egy fehér színű bor fog keletkezni a végén. Marian, hallottál már a nyers pezsgőről? Nem. Nem? Akkor engedd meg, hogy mutassak egyet. A nyerspesgőről azt kell tudni, hogy ugye ahogy említettem, egy bizonyos tirásdikör segítségével erjesztjük be, indítjuk el a második erjesztést a pesgőbe, ami lehet tartályban, vagy lehet palackban. Jelen pillanatban egy palackos erjesztésű pesgőt fogunk kóstolni, és amikor a pesgő kierjed, tehát a benne lévő élesztő az összes cukrot megette, és... Jaj. Igen. És meg az összes alkohol meg a szén-dioxid keletkezett, utána az élesztő, mint ahogy minden szerves élőlény, elhal, mert nincs tápláléka. Ezt hívjuk seprőnek, és ezen a seprőn érleljük a pesgőinket, mint ahogy itt mögötted is látszik, több éven keresztül, hát nálunk általában 2-3 éven keresztül. Utána viszont, mivel hogy az élesztő az összes benne lévő cukrot elfogyasztotta, így a pesgő benne teljesen száraz. De ugye a boltban lehet kapni édes pesgőt, fél szárazat. Tehát ismét visszanyúlunk egy likörhöz, amit expedíciós likörnek hívunk, ismét csak nem a klasszikus értelemben vett likör, hanem egy borban oldott cukor, és azzal állítjuk be a cukortartalmát a pesgőnek. A nyers pesgő esetében ezt kihagyjuk. Tehát ez a teljesen száraz, ahogy a szőlő adta nekünk ezt a pesgőt, akkor most ezt fogjuk megkóstolni. Rendben. Parancsolj. Köszönöm. Szépen pesek. A bornál mindig megszaglászák, de én is azért... A pesgőt is ugyanúgy kóstoljuk, mint a bort. Ugye nézzük a színét, nézzük az illatát, nézzük a pesgését, ugye, ahogy a buborékok szépen szállnak föl, és természetesen az ízét. Hát akkor most nézzük az ízét. Egészségünkre. Igen. Ez egy tipikus száraz pesgő. Ez egy nagyon, nagyon száraz pesgő. Nagyon száraz. Hát értem, amit mondasz, biztos úgy is van, de így persze, tehát, hogy én már ittam ilyen típusú száraz pesgőt. Tehát igen, ez a teljesen száraz. Igen, ez mutatja meg a szőlőnek, hogy tényleg, hogy sikerült az alap bort elkészíteni. Igen. Budafoki kirándulásunk végére értünk, a bor és a pesgő hazája sok látnivalót és érdekes helyszínt tartogatott a számunkra, amelyek remélem, hogy nézőink tetszését is elnyerték. Legközelebb is számítunk megtisztelő figyelmükre, a viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.